Bocsi mindenkinek, én Danobia vagyok, és meg is érkeztem hozzátok a következő videómmal, ami tulajdonképpen egy újabb útmutató lesz a challenge-ekhez, és megérkezett ugye a Fallen Love Ranger Challenge Pack, amiben vannak challenge-ek, és ezekről a challenge-ekről szeretnék nektek beszélni, illetve hogy mit kell csinálnotok, hogy ugye a challenge-eket teljesíteni tudjátok. Ugye ez a pack, ez 20 dollárba kerül, és van benne egy ilyen skin, van benne egy ilyen signed pack bling, és van hozzá 14 darab challenge, amivel kereshetsz 2000 V-Bucks-ot, tehát tulajdonképpen 20 dollárért kapsz egy skint, egy pack blinget, és egy küldetéseket, amivel 2000 V-Bucks-ot tudsz összeszedni, és utána szabadon el tudod költeni. Én nem vettem meg ezt a packet, mert igazából nekem nem tetszik ez a skin, nézzetek rá, szerintem, hát nem tudom, de hát kinek mi tetszik. Bár az a 2000 V-Bucks az csábító, de igazából nekem annyit nem ért, hogy megvegyem ezt a skint hozzá. Szóval, a hozzátartozó küldetéseknél, hogyha megnézitek, akkor van egy ilyen, hogy Complete the Mission Object 1, Complete the Mission Object 3, 5, 7, stb. 14, és így van nekünk 6 darab, hát ilyen challenge-ünk, és ha teljesíted az összes, ugye megkapod a 2000 V-Bucks-ot, illetve egy ilyen bannert is, vagy szerintem ez banner lenne, talán ez egy banner, amit még megkaphatsz. Ugye az elsőnél egyet kell teljesíteni, majd 3-at, 5-öt, 7-et, és így növekszik a különböző V-Bucks-ok mennyiségének a száma, illetve hogyha megcsinálsz ugye egyet például, szerintem akkor ez itt úgy van, hogy itt már egy kész lesz, tehát itt már csak 2-t kell megcsinálni, itt már csak 4-et, stb. Mert szerintem ezek ilyen összekapcsolódó küldetések. Ugye az a furcsa az egészben, vagy az az a zavaró az egészben, hogy azt írja, hogy complete the mission object, de hát milyen mission objecteket kell megcsinálnunk, hogy megkapjuk az egyes V-Buck értékeket. Nagyon egyszerű a dolog, rámentek itt a challenge-eknél a napi küldetésekre, és ugye egy nap van 3 különböző napi challenge. Ugye van itt egy ilyen, hogy nekem, hogy Whipping Woods-ba kell menni, és kell még keresnem chestet, illetve töltényeket. Ugye ha lenyilasztok, akkor be tudjátok állítani, hogy a haverotokkal is megcsináljátok, illetve ezeket ki is tudjátok csinálni, hogyha valami olyan küldetés van, amit ti mondjuk nem csíptek annyira. Amint teljesítesz egy ilyen napi küldetést, akkor ez ugye kipipálódik, hogy megvan, és itt a Fallen Ranger challenge-eknél látni fogjátok, hogy az elsőt feloldotta, és meg is kaptátok a 100 V-Bucks-ot. Elég furcsa egyébként, de ez így működik, tehát ahhoz, hogy megszerezd a V-Bucks-okat, ahhoz neked napi küldetéseket kell csinálni. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni, és ha bármi kérdésetek van még a challenge-el kapcsolatban, akkor kérlek komment formájában tegyétek meg, lájkoljátok és iratkozzatok fel a további tartalmakért. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok, pacsi!